Vérnyomás és vércukorszintmérés, évente egy vérkép, panaszok nélkül is ajánlotta a rendszeres állapotfelmérés. Erre a februárban tartott szívtudatosság hónapja kapcsán is felhívják a figyelmet a szakemberek. A szív- és érrendszeri betegségek kialakulását számos tényező befolyásolhatja, ugyanakkor a megelőzésért is sokat tehetünk. A koszorérbetegség, a szív- és érrendszeri betegség megelőzésének és kezelésének két fő lába van. Az egyik az életmód, a másik pedig a gyógyszeres terápia, és ez az optimális terápiához való ragaszkodás. Az életmód, az optimális, egészséges életmód az még a koszorérbetegség kialakulása előtt is nagyon fontos. Tehát nagyon fontos az, hogy ne dohányozzunk, nagyon fontos az, hogy ne legyünk elhízottak, vagy ha már az elhízás megtörtént, akkor egy életmódváltoztatással, egy étrendváltoztatással igyekezzünk ezt az optimális testsúlyt elérni. Rendszeresen mozogjunk, heti 150 perc mozgás, az 10%-kal csökkenti a szív- és érrendszer rizikókockázatot. A mai napon két súlyos infarktust láttunk el eddig, és még nincs dél. A Józsa András Takkórházban napi szinten 8-10 szívkatéterezést hajtanak végre a szakemberek. Ezek között sürgősségi és előjegyzett esetek is vannak. Az itt végzett kezelések a statisztikák szerint a nyugat-európai kórházakéhoz hasonlóan eredményesek. A koszorúér mielőbbi megnyitása életet menthet, ez azonban az orvoshoz fordulás hajlandóságától is függ. Ez a tényező a műtétet követő felépülési időszakot is negatívan befolyásolja hazánkban. Amiben rosszabbul áll Magyarország, mint a nyugat-európai országok például, az az, hogy az egyéves halálozásunk az viszont jóval magasabb, mint a ezen országokban, ami arra utal, hogy egyrészt lehet, hogy szerepet játszik az, hogy később kerülnek bele, de még inkább magyarázza talán az a együttműködési hiányosság, ami a térség és talán a Magyarország átlagbeteg populációját is érinti, amiről beszéltünk, hogy a megfelelő gyógyszeres kezelés, hát ez ma már könnyen lemérhető, hogy szedi vagy nem szedi a gyógyszert. Egyrészt a maga a koleszterin szint például mutatja, hogyha egy kontrollvizsgálatra kerül a sor, illetve az elektronikus rendszer pontosan nyomon követi, hogy ki hány receptet váltott ki. Tehát sok esetben sajnos ezzel is magyarázható, hogy a későbbi halálozási eredményeink már rosszabbak, mint a nyugat-európai országokban. A szív- és érrendszeri betegségek világszerte vezető haláloknak számítanak. Hazánkban az éves halálesetek mintegy felét okozzák a keringési rendszer zavarai. Magyarországon a várható átlag élettartama férfiaknál 8, a nőknél pedig 6 évvel marad el az európai értéktől. A kardiovaszkuláris megbetegedések közül kiemelkedő a szívinfarktus, a stroke, a koszorúérbetegség és a szívelégtelenség.